Sziasztok! Erősen közeledünk. Lakner Artúr Édes Mostoha című ifjúsági meseregényének a végéhez. Hiszen már a 28. rész következik ma, aminek az a címe, hogy a záró ünnepély. Ugye az előző két fejezetben a vizsga előtti és a vizsga utáni eseményeket ismerettük meg, most meg magát a záró ünnepét, ahova ugye megérkezik Frici is, és ahova éppen útban van Ibolya is némi vasúti segítséggel, hiszen Friciék kizrikálták az autóból. Következzen tehát a záró ünnepély. Az intézet parkjában a teniszpálya végén állították fel a színpadot. A színpad díszleteit a természet adta, mert körös körül orgonabokrok és hatalmas fák állottak. A bokrok mögött levő tisztáson gyülekeztek az izgatott szereplők. Mária néni ott járt közöttük. Egyiknek a ruháját igazította meg, a másiknak a szalagját, a harmadiknak még egyszer a figyelmébe ajánlotta, hogy hangosan beszéljen. Azután felcsendült a zenekar nyitánya. 12 kislány ült a színpad előtt, kezükben furujával, amelyen bámulatos ügyességgel fújták el a Hunyadi László indulót. A frissen pattogó muzsikát a bokrok mögé rejtett kis dalárda egészítette ki, teletüdővel fújták, árnyas erdőben szeretnék élni nyáron, nékem a szép árnyas erdő vidám kedvet ád. Valóban mindenki ragyogó arccal ült a helyén. A gyermekek hozzátartozói teljesen megtöltötték a nagy taniszpályára állított padsorokat, és viharos tapssal fogadták a záró ünnepély műsorának első számát, a tehetséges Igaz Lucit. Luci Füllentő Péter tréfás dalát adta elő, és ügyesen utánozta a nagy lódító mozdulatait, ahogyan egyszer a gyermekszínházban látta. Amint a cingár pöttöm büszke léptekkel sétált fels alá a dobogon, hahóta tört ki, mert így énekelt. Az én súlyom 200 kiló, hosszom 3 méter, a nevemet ismerik már, Gróf Füllentő Péter. Bevallom, sok az én hibám, kimondom kevélyen, ezzel szemben a pontosság elismert erényem. Az I betűn van egy nagy pont. Az I betű az pontos. Tanuld meg hát, kisbarátom, pont ez, ami fontos. 7 órakor kelj fel és menj iskolába szépen. Légy pontos, mint a kis I a nagy ABC-ben. Az I betűs szakaszt mindenki együtt énekelte Igaz Lucival, akinek még kétszer kellett elénekelni a dalt. Utána a kövér Polgár Zsuzsi következett, aki olyan kicsi volt, hogy csak egy rövidke dalt tudott megtanulni, amely a spenótevés hasznáról szólt, de olyan érzéssel fújta, hogy valóban mindenki kedvet kapott hozzá. Az egyes szakaszok végén visszatérő refrént hamarosan megtanulták a gyerekek, és együtt énekelték Zsuzsival. Legjobb étel a spenót, nincsen ennél jobb, gömbölyű lesz pocakod, mint a dagad dob. Erős leszel, ruganyos, mint az acéldrót, kedvenc napi ételünk, a finom spenót. A vidám lóta után most két kislány jött a színpadra, gyapa ívetten színpompás hímzésű matyóruha volt, vállára takaros kendőt terítettek, és amikor besétált, úgy illegette magát, mint a páva. A másik oldalon vele szemben riadt szemű kislány, Pápai Erzsi sompolygott be. A díszes ruhába öltözött kislány csípőre tette a kezét, és az égre mereztette a szemét, míg társnője félénken húzta össze egyszerű kis kendőjét, és így dalolt. Szép szomszédom Kevé Klára, volna egy kérésem, telve kertett szép virággal, adj egy csokrot nékem. Nyílik ottan 1000 rózsát, szegfűs vagy 100 sor, hogyha adnál egy pár szállat,
megköszönném százszor. Kevé Klára a nevéhez méltóan pöffeszkedve hallgatta szerény Sára szívhez szóló kérését. Szavai közben többször dobbantott a lábával, és amikor a kislány elhallgatott, éles nyelven válaszolt, persze szintén dalban. Irgumburgum, hord el az irhád, amíg jó a kedvem, még azt kérem, hogy széthordják az én híres kertem. Van itt rózsa, lilium, nem ezért, de millión, de én ebből egy bimbócskát nem adok, nem bizony, de én ebből egy bimbócskát nem adok, nem bizony. A végén olyan mérgesen énekelte ezt Kevé Klára, hogy a közönség sajnálni kezdte szegény kis Sárát. A megijedt lány szepegő hangon búcsúzkodott. Isten veled, Kevé Klára, akkor tovább állok. Elmegyek, tán szerzek máshol néhány szál virágot. Édesanyám névnapjára kellett volna nékem, de ha nincs, hát virág nélkül köszöntöm fel szépen. Erre már megváltozott Kevé Klára képe. Az előbbeni mérges pukkasból most szerint képű, kedves szomszéd lett, aki szívélyességét is pergő, hadaró beszéddel fejezte ki. Irgumburgon, miért nem szóltál, hogy mire kell lelkem? Édesanyád névnapjára odaadnám a kertem. Van itt rózsa, lilium, nem ezer, de millium. Vidd mind néki, és tedd hozzá, hogy a kezét csókolom. Hogy a kezét csókolom. Ezután két kis szereplőnek, a pergőnyelvű Vada Zsuzsinak és a riadt szemű Gábor Emminek ugyancsak nagy sikere volt, mind a kettőt jócskán megtapsolták. A nézőtéren büszkén ültek a szülők, akiknek gyermekei odafent forgolódtak a színpadon. De büszke volt növendékeire a tanári kar is. Az igazgatónő mosolygó szemmel nézett a színpadra, ahol Mária néni ült a zongora mellett, és gondosan ügyelt valamennyi kislány sikerére. Ami úgy látszik, nem is maradt el, mert Safranek, aki hátra lohult, hogy ő is lásson valamit, megjegyezte. Én sokat láttam a Ligeti Húsliban, de még ott sem volt ilyen szép előadás. Most egy újabb kislány hállott a színpadra, és tréfás verset mondott. Ez alatt Mária nénnek maradt annyi ideje, hogy kisiessen a színpadról, és még egyszer megigazgassa Erzsike ruháját. A kislány világos kék apró fodros ruhájában valóban olyan volt, mint valami tündér. Mária néni megkérte, hogy szép, hangosan énekeljen majd, és azután mind a ketten együtt hallgatták a kis Bér Zsuska vidám szavalatát. Üzenet Bac Ilusnak. Hallom, hallom, Bac Iluska, maga milyen furcsa fruska. Nem is hívják, akkor is jön. Pedig tudja, ez nem öröm. Betolakszik minden házba, lázas lesz az, aki látja. A torkomba körmét vágja, mandulámat vágja, rágja, ezer tűvel szúrja gégén, ettől krápogok a végén. Az orromat csiklandozza, a szemem is megkínozza. Beteg lettem, szedte vette. Bac Ilus ezt maga tette. Ha nem megy el, megígérem, doktor bácsit arra kérem, olyan orvosságot írjon, hogy tőle bacillus sírjon. Ha keserű, én beveszem, lenyelem, mert van ám eszem, csak keserű porból kérek bacillusnak, ez nagy méreg. Nem kell itt sem kart, sem puska, ettől remeg bacilluska, orvosságtól úgy elfut, gyorsabban a nyúl sem tud. A vidám Rigusnak nagy sikere volt. Mindenki tapsolt, amikor Bér Zsuska a vers végére ért. Csak Safranek dörmögött magában. Nem értem. Én minden növendéket ismerek ebben az intézetben, de ezt a Bac Ilust nem ismerem. Mikor a taps véget ért, Mária néni lépett a színpadra és bejelentette a műsor következő számát. Most pedig Hargitai Erzsike következik, aki egy dalt énekel. A címe Csókold meg édes anyádat százszor. A bejelentés nagy csuttogást követte. Az emberek egymásnak mondogatták, hogy ez az a kislány, aki évközben jött az intézetbe, mert megszökött a mostohája elől. Lám, lám, most is az édesanyjáról énekel, mert visszasírja. Hiába,
Jó, hogy elment a szülői háztól, mert ha mellette volna a gonosz mostohája, bizonyára nem énekelne az édesanyjáról. Erzsike Mária nénire pillantott, aki leütötte az első akkordot. Néma csend lett a nézőtéren, minden szem Erzsikére figyelt. Aki elfogódott hangon, elkezdte. A világon van sok millió ember, s van sok ezer, ki téged szeret. De hogyha baj van, már egyik sem ismer, s nem törődik senki sem veled. Csak egy van, aki melletted áll mindig, jó szellemként követ, vigyázva rád. Ha rossz is vagy, ő mindig jónak lát, a te drága, édes, édes, édes jó anyád. A nézőtéren csendes szipogás hallatszott, mindenki elérzékenyült a kis hargitai Erzsike dalától. Csókold meg édes anyukádat százszor, szorítsd kezét jól bárhová vezet. Szívből szeretnek téged talán máshol, legjobban mégis anyukád szeret. Mindig úgy tégy, ahogy anyukád mondja, felderül arcod, ha lágy hangján szól, hisz te vagy minden öröme és gondja, szívedbe vésd ezt kis pajtásom jól. Vésd ezt szívedbe kis pajtásom jól. Erzsike most odanézett Mária nénire, aki szeme sarkából intett, jól van Erzsikém, csak így tovább. Erzsike pedig megvárta, amíg Mária néni az ének végén, két szakasz között eljátszik néhány taktust, aztán folytatta. Szeresd, becézd, hát édes anyukádat, ő a földön a legdrágább kincs, csak akkor tudod, mi a bú a bánat, ha egyszer ő, Isten őriz, nincs. Van nékem pompás, gazdag, szép lakásom, de koldus konyhó lehetne anyám, ha még egyszer úgy, mint te, kispajtás, csókolhatnám édes, édes, édes jó anyám. Sírásba csukló hangon énekelte újra a kis Erzsike, csókold meg édes anyukádat százszor, szorítsd kezét jól, bárhová vezet, szívből szeretnek téged talán máshol, legjobban mégis anyukád szeret. Mindig úgy tégy, ahogy anyukád mondja. Felderül arcod, ha lágy hangján szól. Hisz te vagy minden öröme és gondja, szívedbe vésd ezt, kispajtásom jól. Vésd ezt szívedbe, kispajtásom jól. Amikor befejezte, egyetlen szem sem maradt szárazon. A megjelent papák, mamák, családtagok, de az intézeti növendégek is vörösre tapsolták tenyerüket. Utána a szünet következett. Mária néni sugárzó arccal és könnyes szemmel ölelte át Erzsikét, aki nem hallott semmit a tapsból, csak Mária nénit nézte. Odaszaladt hozzá, felugrott, és két vékony karjával szorosan átfogta a nyakát. Mária néni elragadtatással szólt. Gyönyörű volt Erzsikém. A kislány forró lélegzettel súgta a fülébe, mert amikor énekeltem, mindig csak Mária nénit láttam, és úgy éreztem, mintha az édes anyukám vigyázna rám. Drága Erzsike, súgta vissza Mária néni, én is úgy szeretlek, mintha a kislányom lennél. Még a szigorú igazgató nő is lehajolt Erzsikéhez, és megcsókolta. A kislány úgy érezte, mintha a legszebb kitüntetést kapta volna. Lehajolt és megcsókolta az igazgató nő kezét. Azután elkapták a társnői elismerésük jeléül, hátba vágták, kezét rázták, és hangos rivalgásban törtek ki, annyira örültek a sikerének. Az igazgatónő körülnézett, aztán halkan, szinte suttogva kérdezte Máriától. Maga írta ezt a dalt? Mária szemével intett, hogy igen. Az igazgatónő kezet nyújtott és úgy suttogta. Gratulálok! Igazán nemes lélek! Kockára tette a boldogságát ezzel a dallal. Nem félt attól, hogyha a kislány szívében felidézi az édesanyja emlékét, esetleg eltávolítja önmagától? A holtak nem bántanak, felelte lehúnyt szemmel Mária, csak az élők ne bántsanak. Az igazgatónő megszorította Mária kezét. Bízzék a jó emberekben! Ekkor érkezett oda a főjegyző felesége, aki melegen megrázta Mária néni kezét. Nagyon kedves, szép délutánt köszönhetünk magának, Mária kisasszony.
Örülök, hogy megismerhettem. Ha nincs más elfoglaltsága a nyárra, szívesen odavenném a lányaim mellé, nevelőnőnek. Köszönöm a megtiszteltetést, felelte mosolyogva Mária, de már máshova ígérkeztem. Erzsike édesapja hívott meg vakációra. A főjegyzőné gúnyos fintort vágott. Attól tartok, hogy nem magának való hely. Azt hallom, hogy onnan megszöknek a nők. Mária önkéntelenül is heves mozdulatot tett. Ó, az biztos, hogy én nem szököm meg. Olyan piros lett, mint a láng, és sietve elköszönt. A főjegyzőné csodálkozva nézett utána, aztán vállat vont. Hát ilyenek ezek a mai fiatalok, gondolta. Elszavasztják a szerencséjüket. Pedig milyen jó dolga lett volna nálunk, még külön szobát is kapott volna. Előadás közben Safranek oda-vissza szaladgálta a portás fülke és a teniszpálya között, mint az ingaróra. Tovább nem ért rá az előadás bámulni, mert Frici mellette termett és figyelmeztetően intett. A kapuhoz, portás úr! Safranek éppen jókor lohott a kapuhoz, mert odakint már vagy 10 perce rázta a rácsot a sofőr, aki Ibolya kisasszonyt az állomásról behozta. A vén kisasszony ugyancsak zilált állapotban volt. Virágos kalapja lecsúszott a nyakába. A pipacsok hervadtan fityegtek rajta. Ruhája gyűrött rongy volt. Alig állott a lábán. Nyilallott a dereka. Az a parasz szekér 2 órán át úgy összerázta, mintha a patikus az orvosságos üveget vette volna a kezébe. Safranek alig titkolt kárörömmel mérte végig az új vendéget. Á, maga az kedves pipacs kisasszony, mondta. Nem pipacs vagyok, hanem Ibolya, ripakodott rá a vén kisasszony. Már vártuk magát, édes Violám. Viola sem vagyok, dühösködött Ibolya. Egyáltalán honnan tudja a nevemet? A nagybecsük alapjáról, meg aztán azt is tudom, hogy a kis hargitai kisasszony retyerutyájának tetszik lenni. Jegyezze meg, én Erzsike nagynénje vagyok, de se nem retyéje, és még kevésbé rutyája. Arra feleljen, hogy valóban a kis Erzsikéhez tartozik? Igen, felelte büszke mosolya Ibolya. Hát akkor gyerünk, szólt Safranek, és kinyitotta a kaput. Hová? Kezdődik a reggeli torna, felelte a tenyeres talpas Safranek, és már is magával hurcolta a kétségbe esett Ibolyát. Miután kíváncsi volt az előadás folytatására, szinte végigfutott vele, és meg sem állt a tornateremig. Ott belökte az ajtón, és ráfordította a kulcsot. Jó mulatást, kiáltott utána, majd ha a vendégek elmentek, kiengedem. Ibolya körülnézett a tornaszerekkel megrakott teremben. Háromszor is körüljárta, valami kijáratot keresett. Mikor azonban látta, hogy félreérthetetlenül bezárták, azt hitte, hogy az őrültek házába került. Torka szakadtából kiabálni kezdett. Hé, ápolók, engedjenek ki, ebből országos botrány lesz. Kiáltozását azonban nem hallotta meg senki, mert mindenki a ház mögött a teniszpályán volt. Ibolya kisasszony dörömbölni próbálta bezárt ajtón, de ezzel csak azt érte el, hogy kékre-zöldre verte a kezét. Sziszegve és kimerülten leült egy ugrószőnyegre, és azt a napot is elátkozta, amikor elindult hazulról. Az ünnepély végén mindenki megköszöntötte a boldog otthon tanári karának a felejtetetlen délutánt. Igen, sokan felkeresték a szereplőket is, és elhalmozták őket dicséretekkel. Mindenki derekasan megállt a helyét, de mégis legtöbben Mária nénit emlegették, aki annyi szívvel és lelkesedéssel tanította be a kislányokat. Este felé, amikor elcsendesült a boldog otthon, Frici oda sietett Safranekhez. Na hát, mi van a rabbal? Milyen darabbal? Kérdezte Safranek. Nem a darabbal, hanem a fogójjal. Ja, azt a kaktusz kisasszonyt gondolja, szomszéd. Azt maga lóhere vadász, felelte Frici, aztán kiadta a parancsot. Letelt a büntetése, kiengedheti. És ha a palaszra megy az igazgatóni nagyságához? Dehogy megy. Csak mondja meg neki, hogy a pincében föld alatti úszó medence is van. Ha valami nem tetszik, vagy ha árulkodni merészel, oda kerül.
Safranek a tornateremhez ballagott, kinyitotta az ajtót és beszólt. Bogács kisasszony, ki jöhet? Úgy ám, sipítozott Ibolya, de én nem jövök, hanem szaladok, mégpedig egyenesen palaszra. Ilyen alávalóság még nem történt a földkerekén. Safranek felemelte a mutatóját, mert akkorának látszott, mint egy sodrófa, és így szólt. Jó akaratulak figyelmeztetem, ne menjen sehová, mert nálunk minden út a föld alatti úszómedencéhez vezet. Micsoda? Mondta Ibolya. Miféle úszómedencéről beszél? Hát, mindenek előtt oda kell vinnem. Engem? Minek? Megtanítom úszni, és lesz magából vízi növény! Mit? Még úszómedencéjük is van? De hiszen ez nem nevelő intézet, hanem kínzó kamra. Egy percig sem maradok ebben az elátkozott házban. Félre rögte Safran neked, és mint a szélvész rohant át az udvaron. Ki a kapun, végig az utcán, csak a sarokról mert visszafordulni, megnézni, nem jön-e utána az őrült portás. Az első vonattal visszautazott, és elhatározta, hogy megkéri Andrást, tegye szóvá ezt a rettenetes botrányt egyenesen a képviselőházban. Hát ez a hosszú rész volt a mai, és holnap pedig már az út következik hazafelé, a 29-es rész. Várlak benneteket, sziasztok!